Magyarországon a kijárási korlátozásokkal sikerült ellaposítani a járvány görbét, de ez az állapot nem tartható fenn sokáig, és így a nyájimmunitás nem érhető el. Mondták el a kormány munkáját segítő tudósok egy csütörtöki konferencián, amelynek felvételét csak napokkal később hozták nyilvánosságra. Orosi Beatrix, a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakértője elmondta, hogy idáig 1000 emberből 3,3 főt teszteltek. Ez nem sok. Ezzel egyáltalán nem vagyunk a világ élvonalában, és bár a járvány első fázisában ez a tesztelés elég volt, nem ez volt a fő stratégia a járvány megfékezésére, de azt gondoljuk, hogy a továbblépéshez ehhez képest bővíteni kell a tesztelést. Az operatív törzs vasárnapi sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy az igazolt fertőzöttek száma 2500-ra nőtt, és egy nap alatt 10-en haltak meg a koronavírussal összefüggő okból. A tiszti főorvos a szokás szerint életvezetési tanácsokkal is ellátta Magyarországot. Egy vasárnapi közös ebédnek az elfogyasztása nem csak az együtt táplálkozásról, hanem a közös szeretett közösségről is szól. Ehhez képest a csütörtöki konferencián hangzott el, hogy a járvány kordában tartásához kötelező maszkviselésre lesz szükség, amit a magyar tiszti főorvos korábban többször tagadott.